teniszkönyök nem csak teniszezők betegsége, hanem bárkinél kialakulhat a könyök külső oldalán jelentkező fájdalom. Ez gyakorlatilag egy csonthártyagyulladás, amely az innen eredő izmok csonton való tapadásánál alakul ki. Ennek van egy párja a könyök belső oldalán, ezt pedig golfkönyöknek nevezzük. A tünetek kialakulásakor nagyon fontos elkülöníteni, hogy ez az izom rövidülése miatt alakult ki, vagy pedig más betegség van a háttérben, ezt ortopéd szakorvos tudja eldönteni. A tenisz és a golfkönyök kezelése az izmok állapotának rendbehozását jelenti, amely rengeteg nyújtógyakorlatot, gyógytornát, gyógymasszást és fizikoterápiát jelent. Nagyon hatékony erre területre adott ultrahangkezelés, ennek az egyik formája a lökéshullám terápia. A teniszkönyök és a golfkönyök panaszai megelőzhetőek, sportolás előtt rendszeres bemelegítéssel, sportolás után pedig nyújtógyakorlatok végzésével.